Sziasztok! Egy gyors összefoglaló. A kocsi tréningnek köszönhetően most már végre tiszta marad a pokróc, amikor kiszállunk az autóból. Úgy néz ki, hogy most már megszűnt ez a problémánk, és most már egész tűrhetően utazik az autóban. Már nem nyűszít, és már nem is hány be. Még a beszállással szoktak problémák lenni, de most már az is egyre jobban megy. Az utóbbi időben elkezdtük gyakorolni az itthonhagyást is, hiszen nem lehetek mindig a kutyáimmal, nekem is néha el kell mennem itthonról. De hogyan kezdjünk bele az itthonhagyásba? Nagyon fontos, hogy először csak nagyon rövid időre hagyjuk itthon a kutyát, tehát egy kb. 5-10 percre. De mit tegyünk előtte? Mindenféleképp vidd ki sétálni, és jól fárazd le. Amikor már látod, hogy éppen elaludna, és most már éppen teszi le a fejét, na akkor lehet elindulni itthonról. Nagyon fontos, hogy nem búcsúzkodunk a kutyától, mikor megyünk el, hanem úgy teszünk, mintha mi se történt volna, mintha csak a szemetet vinnénk ki, tehát legnagyobb nyugalommal hagyjuk el a házat. Elmész otthonról, és 5-10 perc elteltével visszamész. Amikor elkezd rádugrálni a kutya, hiszen amikor üdvözöl, az üdvözléses szeretet az egy jó dolog, de ugye a felugrálás sokan nem szeretik, köztük én sem. De mit tegyünk ilyenkor? Hogyan szoktassuk le róla a kutyánkat, hogy felugráljon, mikor megérkezünk? Nagyon egyszerű, amint belépsz az ajtón, abban a pillanatban lehajolsz, vagy letérdelsz, vagy legugolsz, és úgy szeretgeted meg a kutyusodat. Amikor meg fel akarna ugrálni, csak leteszed. És ilyenkor nem adsz ki semmilyen hangot. Csak akkor simogatod meg, amikor 4 lábbal a földön van. Nem szabad túlzásba vinni se az üdvözlést, tehát ne kezdjünk el hangosan, jaj, de örülök, hogy itthon vagyok, jaj, de jó, hogy megjöttem. Tehát ezeket hagyjuk el, hanem szépen, nyugodtan, amikor hazaérkezünk, lehajolunk és üdvözöljük a kutyáinkat. Ezzel segíteni fogod azt, hogy későbbiekben se ugráljon föl, és ne rendezzen hatalmas cirkuszt, mikor megérkezel. A másik megoldás erre, hogyha megtanítod neki azt, hogy elég. Hogyan lehet ezt megtanítani? Első körben hatalmas játékot rendezel, és amikor éppen a legnagyobb extázisban van a kutya, és fel van pörögve, akkor nemes egyszerűséggel annyit mondasz, hogy elég, és besétálsz a házba, vagy abba hagyod a tevékenységet, magyarán ignorálod a kutyát. Ezt jó párszor játszd el a kutyával, majd próbáld ki, hogy tudja azt, hogy elég. Hogyan fogod tudni letesztelni? Felpörgeted játék közben, majd megint azt mondod, hogy elég, és abba hagyod a mozgást. Amennyiben azt látod, hogy a kutya ilyenkor lenyugszik, akkor érti, hogy mit jelent az, hogy elég. Utána, mikor hazaérkezel, és elkezdődik a nagy extázis, a pörgés, forgás, akkor, hogyha megörömködtétek magatokat, annyit mondasz neki, hogy elég. Így megmarad a szeretet, tehát a hazaérkezéses nagy öröm szeretet megmarad, viszont le fogod tudni állítani a kutyádat. Sokan, mikor hazaérkeznek az otthagyott kiskutyához, azt látják, hogy mindenhol hegyekben a papírzsepi, a széttépett dolgok, és ilyenkor azonnal mérgesek lesznek és leszidják a kutyát. Ennek nem sok értelme van, hiszen ő utólagosan nem fogja tudni, hogy miért bünteted. Ő ebből annyit fog érzékelni, hogy amikor hazajössz, akkor rossz kedvű vagy, és általában ő issza meg a levét, és kap egy nagy sallert. Ez nem jó se a kutyának, se neked, hiszen hogyha ezt csinálod, hosszú távon azt fogod elérni, hogy amikor meghallja az autó hangját, elszalad egy sarokba, és oda sem megy hozzád, mikor megérkezel. Ha hazaérsz, ugyanúgy örömködj a kutyával, ugyanúgy szeretgesd meg, viszont majd utána szépen, morgósan elpakolsz, és összeszeded a dolgokat, amiket szétrágod. Szóval az otthonhagyást, azt szépen építsd föl. Először rövid időkre menjél el, aztán egyre hosszabb távokra, akár 1-2 órára is. Kölyök kutyánál azért fontos megjegyeznem, hogy 3-4 óránál tovább ne maradjál el, hiszen még nem fix a szoba tisztasága, és nem biztos, hogy kibírja anélkül, hogy ne okozna balesetet. Úgyhogy még ilyen idős korban nem szabad otthon hagyni nagyon-nagyon sok időre a kiskutyát. Én is egyelőre akkor hagyom magára, hogyha elmegyek edzésre, vagy elmegyek bevásárolni, ezek kb. 2 órás programok, utána már is jövök haza hozzá. Egyelőre elég jók vagyunk az itthonhagyásban, de amikor bezárom az ajtót, hallok némi nyűszítést, viszont ilyenkor nem szabad csinálnom semmit, csak reménykedhetek abban, hogy nem fog széttépni semmit, mire hazaérek. Egyelőre elég jól állunk ebben, mert csak 1-2 dolgot szedett szét, mire hazaértem, és 1-2 dolgot sikerült elcsennie, úgyhogy nagyon nagy károkat még nem okozott. Szóval az otthonhagyással kapcsolatban legyünk türelmesek és következetesek, és építsük föl. Viszont most már Alfa eléggé kis büdös és kis koszos kiskutya lett, úgyhogy eljött az ideje annak, hogy az első fürdetésen túlessünk. Jövő héten ezt fogjátok látni.